Amikor ez az egész kezdődött, mindenki azt hitte, hogy ez olyan lesz, mint a 2020-as járvány. Aztán jöttek az első hírek a zombikról. Természetesen senki sem hitte el, miért is hittük volna? Mindenki nyomta a Walking Dead és Resident Evil poénokat. Aztán döbbenten tapasztaltuk, hogy akármilyen hihetetlen, tényleg van valami vírusszerűség, ami szinte halhatatlan, agyatlan, kannibálokat csinál az emberekből. Még a pigmentedet is átszínezi lilára meg zöldre. Nagy nehezen, de elfogadtuk a tényt, hogy a zombik most már léteznek, veszélyesek, és ezt a problémát meg kell oldani. De ekkor még nem féltünk. Azt reméltük, hogy majd a politikusok megoldják. Nem számoltunk két dologgal. Az egyik az, hogy a politikusoknak is új volt ez a helyzet. Egy háborúra, egy hagyományos járványra, egy gazdasági válságra fel lehet készülni úgy, ahogy, mert az emberiségnek van tapasztalata benne. De zombik, eddig ilyen csak a horrorfilmekben és a játékokban voltak. Senki nem tudta, mit kell valójában csinálni. A másik probléma pedig az volt, hogy ezek politikusok. És folytatták a politikai rivalizálást, holott egy zombi apokalipszis közepén voltak. Szóval a tapasztalat és az összefogás hiány, a probléma a fejünkre nőtt, a zombik úgy szaporodtak, mint a gombák, és már a hadsereg is nehezen tudta kezelni a helyzetet. Kitört egy kisebb fajta apokalipszis. Ma már nem lát zombikat, és bár érezni az invázió utóhatásait, kezdenek helyre jönni a dolgok. De miért? Mert valaki megoldotta a zombi problémát. Így igaz, én voltam, én tüntettem el a zombikat. Szeretném azt mondani, hogy Jason Stathamként viselkedtem és lemészároltam mind, vagy kemény kutatások árán megtaláltam az ellenszert, de az igazság sajnos kevésbé menő, és ha kimaradtál ebből az egész zombi őrületből, akkor még gusztustalannak is tűnhet. Szóval, épp élelmiszert próbáltam szerezni a kis túlélő csapatomnak, de hiába voltam elővigyázatos, csak kiszúrt egy rohadt élőholt, és a tetejében ez az egyik exem volt. Rohantam az életemért, ez a rohadt dög pedig futott utánam, sarokba szorított, semmi fegyver nem volt nálam. Nem akartam úgy meghalni, hogy a zombivá vált exem fal fel, bepánikoltam, és magam sem értem miért, biztos a túlélési ösztön miatt, de... De még mielőtt megharaphatott volna, én haraptam meg őt. Amikor megharaptam, fény derült három dologra, amit addig nem is sejtettünk. 1. A zombik túlélési ösztöne beindul, ha valaki meg akarja enni őket, és elfutnak, próbálnak elmenekülni, és nem támadnak vissza. 2. A vírust érthetetlen okból csak akkor kapjuk el, ha ők harapnak meg minket. Fordított esetben nem terjed. 3. A zombi hús kegyetlen finom. Hallott, olyan finomat még életedben nem ettél. Felejtsd el a nagymamát főztjét, a gyorsértelmi kajákat, a főzeléket, a hamburgert, a palacsintát, mindent. A zombi hús mindennél jobb. Úgy, hogy megettem az exemet. És Istenem, de baromi finom volt. A többiek nem hitték el, mikor meséltem. Aztán elhitték, de undorodtak. Végül kipróbálták, és rájöttek, igazam van. Aztán a csapatunktól mindenki más is átvette. Szépen terjedt a hír az emberek között. A túlélők menekültekből zombi vadászok lettek, és mindenki két pofára zabálta az élőholtakat. Azóta a zombik elfogytak. Én pedig azóta is csak turkálok az összes ételben, mert egyszerűen semmi sem olyan finom, mint az ízletes. Íncsiklandó, nyálcsorgató zombi hús. Vannak, akik kipróbálták a kannibalizmust, de ha lehet hinni a szavaiknak, csak is a fertőzöttek voltak olyan finomak. De a sima emberhús nem pótolhatja a zombi fogyasztást. Azóta is arról ábrándozom, hogy egy nyögdécselő élő volt egy nap, becsoszog a kertembe, és én elfogom, és végre valahára egy jó ízűt fogok vacsorázni.